Ez a második videó, abban a rövid videósorozatban, amely Krisztusnak az opcionális tanításairól szól. Más szóval élve, ezek olyan tanítások, amelyeket megszeghetsz, anélkül, hogy az üdvösségedet elveszítenéd. Viszont maguk a parancsolatok nem lényegtelenek. Tehát érdemes megértenünk azt, hogy mik azok a dolgok, amik miatt ez egy opcionális tanítás. Ennek a videónak a témája a szegényeknek a segítése. A szegények segítése nem opcionális. Mindannyiunknak meg van parancsolva, hogy adjunk a szegényeknek. A mai keresztényeknek szégyenkezniük kéne azon, hogy mennyire keveset segítenek a szegényeknek. Amellett, hogy Jézus megparancsolta, hogy adjunk el mindent, azt is megparancsolta, hogy adakozzunk a szegényeknek. És azt is sugallta, hogy akár olyan messzire el kell mennünk, hogy mindenünket odaadjuk a szegényeknek. A legtöbb esetben nem határozta meg pontosan, hogy mit kell adnunk, vagy mennyit kell adnunk. Függetlenül ettől maga az adakozás nagyon fontos. És a részleteket pedig imában kell megbeszélned Istennel. Jézus úgy nyilatkozik bizonyos emberekről, mint kecskékről, akik előtte fognak állni az ítélet napján. Ezek a kecskék azért lesznek pusztán kivetve a mennyországból, mivel nem segítettek a rászorulókon és a szegényeken. Ő azt mondta, hogy ahogyan bánunk a rászorulókkal ebben a világban, úgy bánunk vele. Ezek kiózanító szavak. És ezek olyan szavak, amiknek nagy szégyent kell hozniuk az átlagos gyülekezetekre és az átlagos templomba járókra napjainkban, a nyugati világban. Tehát akkor miért beszélek erről egy olyan videósorozatban, amik opcionális tanításokat tartalmaznak? Nos, azért, mivel ez egy másodlagos magatartásbeli tanítása Jézusnak, ami nem tűnik annyira abszolútnak. Nem csak azt tanítja nekünk, hogy segítsünk a szegényeken, hanem azt is elmondja nekünk, hogy tartsuk titokban az adakozásunkat. Azt mondta, még a bal kezünknek se engedjük, hogy megtudja, hogy mit tesz a jobb kezünk. Ami azt sugallja, hogy akár az is szükséges lehet, hogy magunk elől elrejtsük, hogy segítettük a szegényeket. Csak tegyük meg, legyünk túl rajta, és azonnal felejtsük el. Jézus tovább folytatja, és azt mondja, aki ebben elbukik, azaz, ha mások felfedezik, hogy segítettünk valakin, és ezek után megdicsérnek azért, amit mi csináltunk, akkor azonnal elveszítjük a jutalmunkat a mennyországban. Azt mondja, ami dicséretet elnyerünk e világban, az lesz minden jutalmunk. Gondolkodjunk el rajta, hogy mennyire szükségtelen, és lelkileg mennyire veszélyes dolog az, hogy mások által ilyen dicséretet kapjunk. A tapasztalatunk azt mutatja, hogy még azok is, akik ma dicsérnek minket, holnap ellenünk fordulhatnak, és a legrosszabb ellenségünké válhatnak. Tényleg megéri az árát, az ilyen dicséret? Megéri ezekért elveszítenünk az örök ajándékainkat, amiket Isten a mennyországban tartogat nekünk? Megéri elveszítenünk az örökös dicséretet, amit az Atyától fogunk kapni? Amiket azokért a jó cselekedeteinkért fog nekünk adni, amiket nem fedeztek föl itt a Földön más emberek. Amint mondtam már, a legtöbb kereszténynek nem kell aggódnia a második lépés miatt, mivel még a legnagyobb adakozásaink is csak triviális mértékűek a szegényeknek. Viszont még ezekkel az adakozásokkal kapcsolatban is észrevettem valamit, ami nem más, mint az, hogy a legtöbben eldicsekszenek vele, mindenféle szégyen érzet nélkül, legfőképpen a keresztények. Én több mint szégyenkezve olvasom azt a sok levelet, amit írnak nekem az emberek, arról, hogy ők milyen jó keresztények, mivel adakoztak ilyen-olyan jótékonykodó szervezeteknek, vagy valamilyen más jótékonykodást végeztek. És még a részleteket is elmondják nekem. Kínosan érzem magamat miattuk, mert tudom, hogyha valóban meghallgatták volna Krisztust, akkor megértették volna azt, amit arról mondott, hogy hogyan kell adnunk, azaz, hogy titokban. Hogyha azért segítenék a szegényeket, mert Jézustól hallották, hogy ezt kell tennünk, akkor valószínűsítem, hogy nem vernék nagy dobra, hogy ők ezt megcselekedték. Függetlenül ettől, az, hogy másoknak elmondod a jó cselekedeteidet, önmagában még nem zár ki téged a mennyországból. Jézus pusztán azt mondja, hogy el fogod veszíteni a jutalmadat azért a jó cselekedetért. És Isten szemében egy jótékonykodásból ez egy önreklámozássá fog válni.
A veszély ebben az, hogy az életed végén már nem biztos, hogy fog maradni olyan jó cselekedet, amivel tudod bizonyítani, hogy nem csak egy kecske vagy a sok közül. Ne felejtsétek el, hogy én azt mondtam, hogy ő megparancsolta, hogy segítsük a szegényeket. Viszont ha a dicsekedéseddel azt mutatod, hogy a szegényeket csak azért segített, hogy te magadat jó színben tüntest föl, akkor lehet, hogy a végén, mikor mennybe jutsz, nem lesznek neked kincseid. Lehet, hogy ezt fogod mondani, na de hát uram, uram, de hát én adtam $5 annak a kéregetőnek. Hát te nem látod ezt, uram? Erre ő azt fogja mondani, azt nem értem tetted. Azt te azért tetted, mert a biztonsági őr pont oda nézett, és jónak akartál tűnni előtte. Tehát nem helyes dicsekednünk. Viszont akkor miért hagyta Jézus opciónak azt, hogy ne tartsunk titokba bizonyos dolgokat? Nos, én látok erre pár okot, ami megmagyarázhatja. A fő ok a keresztény szervezetekhez kapcsolódik. Még egy nagyon kicsi keresztény közösségben is, hogyha a tagok adakoznak a csoport munkájára, akkor nyilván érdemes tudniuk arról, hogy hol megy a pénzük, hogy ezáltal is megelőzzük a visszaéléseket. Felmerül bennem a kérdés, hogy vajon a 12 apostolnak volt-e bármi olyan rendszere, ami által számon kérhetőek voltak, mivel több ezren voltak azok, akik eladták a házaikat és a földjeiket, és ennek az árát lefektették az apostolok lába elé. Arra ugye hivatkozik a Biblia, hogy az apostolok egy részét ennek a pénznek arra használták, hogy megetessék a görög özvegyeket. Tehát ahogy látom, valószínűleg nem volt lehetséges nekik mindent titokban tartaniuk. Pál arra is hivatkozik, hogy bizonyos gyülekezeteknek szükséges volt segíteni más gyülekezeteket, amikor éhínség volt. Ő maga is szállított pénzt egyik helyről a másikra személyesen, amikor Jeruzsálemben egy éhínség volt. Ezek nem elrejtett cselekedetek voltak, mivel azóta az egész világ hallott róluk. Pál meg is dicsért bizonyos gyülekezeteket azért, mert segítettek más gyülekezeteken. Ami annak a jele volt, hogy az örök jutalmuknak legalábbis egy részét elveszíthették ezáltal. Tehát amit ebben én meglátok, az egyfajta egyensúly. Feláldozhatjuk a jutalmaink egy részét, azért, hogy felelősségre vonhatóak legyünk mások számára. Néha lehet, hogy meg is éri lemondani bizonyos személyes jutalmakról, hogy tisztázzuk mások előtt, hogy hova megy a pénzük. A második ilyen legitim ok, amit én látok arra, hogy másokkal tudassuk, hogy jótékonykodtunk, az egy kis átfedésben van az első okkal. Ez nem más, mint az, hogy másokat is arra kell inspirálnunk, hogy adakozzanak. Nyilvánvalóan egy keresztény szervezet keretei közt jó az, hogyha azáltal, hogy az egyik tagnak odaadjuk a pénzünket, segíthetünk valakinek egy olyan országba, ahova lehet, hogy mi magunk nem tudunk elmenni, mint ahogy ez Pállal is történt. Aki aztán elviszi a pénzt helyetted, és jó esetben még bizonyítani is tudja, hogy mi lett az adakozásod eredménye. Ez nagyon inspirálóan hathat. Viszont a legjobb dolog talán nem megszabni semmi konkrétat, és ráhagyni mindenkire, hogy saját maga beszélje meg Istennel imádságban, hogy hogyan juttassa el az adományát, és hova, és milyen rászorulók számára. Erre szükség van így is úgy is, hogyha az ember szeretne növekedni lelkileg. Viszont általában a pénz sokkal messzebbre eljuthat, hogyha összefogunk, összedobjuk a pénzt, és egy személyes képviselőt bízunk meg azzal, hogy szétossza azt. És talán bátorító az is, hogyha valamilyen úton, módon felfedezi valaki a mi adományunkat, akkor is pusztán az történhet maximum, hogy valamelyes kevesebb jutalmat kapunk érte a mennyországban. Viszont azzal szeretném zárni, amivel elkezdtem ezt a videót. Mindez semmit nem jelent, hogyha az adakozásunkkal csak dicsekedni szeretnénk. Általában az a tapasztalatom, hogyha valaki elindul ezen az úton, akkor sokszor többet is tesznek annál, mint hogy eldicsekszenek. Sokszor még el is túloznak azzal, hogy mit tettek a szegényekért. Ez már elég távol van attól, amiért Isten megjutalmazna téged. A túlzásért valószínűsítem, hogy inkább megbüntetne minket, mint megjutalmazna. Ne dobd el magadtól az örök jutalmadat. És mindenek fölött vigyázz, hogy ne redukáld le a jutalmaidnak az egyenlegét a nullára, vagy ami ennél is rosszabb, ne kerülj lelki értelemben adósságba, azáltal, hogy senkinek nem segítesz, anélkül, hogy arról mások tudnának. Emlékezz, és folyton emlékezz arra, hogy az egyetlen fajta jó cselekedet, amiért meg leszel jutalmazva a mennyországban, az az, amit senki nem fedez föl ide lent. Kijózanító szavak ezek, nem igaz? Ahogyan azt mifelénk szokták mondani, akkor szól a legszebben a harsonád, hogyha azt más fújja, te neked. És ez ezerszeresen igaz akkor, hogyha hagyod a harsonádat, hogy porosodjon az életed végéig.
amíg a világ teremtője fel nem veszi azt, és meg nem fújja azt te érted az ítélet napján. Hát várjuk azt a napot együtt. Amen.